Milyen kutatásokat végeznek, hogyan alakul az oktatás a Pécsi Egyetem Borászati Kutatóintézetében? Erről számoltak be a Szent Imre dűlőben tartott összegzésen szertán. Az intézmény elnöke azt mondja, sikeresen állítottak elő olyan rezisztens fajokat, amelyek ellenállnak a kártevőknek. A 29 rezisztens szőlőfajta, amit a Pécsi Tudományegyetem nevéhez köthető, ezeknek a az eredményét most már lassan palacban van több termelőnél is, de várunk egy nagyobb felfutást a jövőben ennek. Nagyon nagy eredmények születtek abban, hogy a szőlészborász BSC képzésünkben szám szerint ötszörösen jelentkező a tavalyi évhez képest. Ezen kívül keresik azokat a fajtákat is, amelyekkel az éghajlatváltozásra tudnak válaszolni, illetve az EU-ban kötelező, kevesebb permetezést engedélyező körülmények között is jó eredményeket tudnak elérni. Erre nagyon jó a rezisztens szőlő, hiszen a 8-10 átlagos évi permetezés helyett 2 permetezéssel a szőlész biztosíthatja a szüret és a szőlő betakarításnak az eredményét, miközben a másik azok a klimatikus kísérletek, ami a folyamatos, most már mondhatjuk sajnos folyamatos csapadékhiányos évek és az aszályos évekre keressük a megoldást. A vízhiányos állapotra több kísérletet állítottak be, hogy megtalálják a megfelelő fajtákat, illetve az öntözési módszerekkel is kísérleteznek. A kutatóintézetben pontosan egy éve helyezték új alapokra a munkát, ez hozott változást a vezetésben is.